Sziasztok, jó reggelt! Itt vagyunk újra az építkezésünkön. Ma fogunk cserepezni, egy-két apróság maradt el, azt gyorsan befejezzük, és akkor rakjuk is fel a cserepeket, úgyhogy vágjunk is bele. Valamit csinálunk kell ezek a srácokkal, mert olyan gyorsan dolgoznak, hogy egy pillanatig nem figyelek, nem állítom fel a kamerát, aztán lemaradunk egy csomó mindenről. Széthordták a cserepet erre a két oldalra, úgyhogy ezt neki is tudunk állni, rakni be a helyére. Jaj! Szabi befejezte itt a csatornát, ami hiányzott, ezt is berakta. Ez a darab hiányzott, ezt kellett még berakni. Úgyhogy akkor itt a két hátsó oldalra fogunk kezdeni, ezt fogjuk cserepezni. Nem tudom, beszéltem már róla, de a cserépsorokat ki szoktuk mérni, illetve ki szoktuk csapni. Úgy csináljuk, hogy állítunk egy derékszöget, vagy mérünk egy derékszöget az alsó sorra, illetve a második sorra. Egy nagy derékszöget, ezt kicsapjuk, és akkor innen jobbra, illetve balra elmérjük a cserépsorokat. Általában négy cserepenként csinálunk egy csapást. Itt látjátok is, hogy itt van az első, itt a második csapásunk, itt a harmadik. Mert amikor rakjuk a cserepet, akkor csak minden negyedik cserépnél megnézzük, hogy jó legyen. Ha kell, akkor egy kicsit igazítunk rajta, és akkor szép egyenes cserépsoraink lesznek. 120 centi a két csapás között. Inkább egy milliméterre vagy kettővel kisebbre szoktuk csapni, mint nagyobbra, mert akkor könnyebb beállítani, akkor szép szorosan, passzentosan egymás mellé rakjuk, és akkor az úgy jó is. Na, de ne szaporítsuk a szót, akkor rakjuk a cserepet be a helyére. Ja, még annyit a kapcsozásról. Ugye mi csak kapcsozzuk, a cserepet mindenhol, és mindegyik tetőnél. Itt is úgy lesz, hogy alul az eresztől felfelé 114 centig minden egyes cserepet meg kell kapcsozni. Itt az élnél is befelé, 89 centig, ha jól emlékszem, de kiteszem ide a kis ábrát róla. 89 centig minden egyeset meg kell kapcsozni, és a többi részét, a közepét pedig, na, nagyon sietek, a többi részét itt középen pedig minden harmadikat. Ezt az oldalt beraktuk, mondjad, Szabó? Hát semmi, akartam szólni, hogy köszönjél. Ja, én már köszöntem az elején, én rendes gyerek vagyok. Szóval beraktuk ezt az oldalt, hogy látjátok, a második sort végig hófogoztuk, és utána minden második sorba raktunk, így eltolva. Ez egy ilyen jól bevált szokás nálunk. Szóval ezt az oldalt betettük, a faragás maradt el, jövünk most át ide a konty részre. Ja, hát nem ez a jó módja a cserepezésnek, hogy a Szabi csinálja, mert a túlsó felére kell kezdeni. Hát ilyen emberekkel kell dolgoznom, látjátok. Nem csodálom, hogy őszülök, meg égnek áll néha a hajom. Szóval akkor nekiállunk cserepezni a jó oldaláról, a túlsó feléről. Kontyot is. Elég jól megvan. Beraktuk a vágnivalónak is felét körülbelül, hogy így jobban hozzáférek, vagy látom, hogy hol kell vágni. Azért nem rakjuk végig elsőre, mert hogyha végig bent van az összes cserép, akkor nem látom, hogy hol van ez a taréléc, és akkor nincs mihez vágnom. Úgyhogy így szoktuk, hogy minden másodikat berakjuk, végigvágom, és akkor utána berakjuk a maradékot, és akkor ahhoz is, illetve azt is végigvágom a taréléchez. Itt van a szerszám, ami gép. Szóval ezt a gépet szoktuk használni, biztos láttátok már a videón. Ez egy elég régi Hilti, körülbelül hát 11 éve használom már én, és már akkor is használt volt, körülbelül így nézett ki akkor is. Annyi volt vele, hogy kapcsolóját kellett egyszer javítani, meg a végén a dugót kellett kicserélni. Szóval nem olcsók a Hilti. Foglalt bele, hogy a Hiltit reklámozod, hogy egy kis maxist az jöjjön. Vagy egy új flexet, mi? Vagy legalább egy új flexet, ja. Most mondom, hogy milyen jó az a flex. Ja. Úgyhogy új flex nem kéne, egy új csavarbehajtó lenne jó. Szóval nagyon jó ez a gép. Igaz, hogy drága, de tényleg 11 éve használjuk, úgy, hogy már előtte is, aki előttem dolgozott vele, ő ki tudja, hogy mennyit használta. Szóval úgy gondolom, hogy érdemes egy jó minőségű márkás gépet venni. Nem véletlenül kerül annyiba a Hilti, amennyibe kerül.
de tényleg jó minőség is, abszolút. Szóval akkor, vágjuk be, aztán haladjunk szépen tovább. Elég vacak bevágni, ugye 30 fokos ez a tető, és elég nehezen áll meg a cserép, illetve elég könnyen lecsúszik. Végigvágtam ezt az élt, illetve ennek azt az egyik oldalát, de ugye, ahogy levágom a maradék vagy a hulladék, az egyből csúszik le, úgyhogy raktunk is bereszkát végig, meg oda is egy darabot. Hogyha lecsúszik, akkor a csatorna ne menjen tönkre, hogy kiukadjon vagy megsérüljön. Úgyhogy picit lassabban megy így, mint az előző építkezésen, ott csak 20 fokos tetőnk volt. De hát ez van, ezt kell szeretni, úgyhogy folytassuk tovább. Nyomjuk, mert 3/4-1, és még sok minden hátra van, szóval körülbelül fele van meg, majdnem fele, és még van mit csinálni. Elég jól ránk sötétedett, nem is tudom, látszik-e valami a kamerába. A másik kamera már nem nagyon lát a sötétbe. Felraktuk ide a két élre a kupalátétet, hogy most száraz a tető, és akkor így legalább reggel nem lehet vele gond. Hazom. Ez az oldal maradt el lekupalátétezni. Azt csináljuk most, még a slafnit felcsavarozzuk, és gyorsan felragasszuk rá. Illetve itt maradt el egy kis cserepezni való, ez nem sok, szóval még egy 100 darab cserép van, amit fel kell rakni, aztán lekupozni, ugye ezt fogjuk holnap csinálni, meg állványt bontani, lekupalátétezünk még, aztán megyünk haza. Sikerült felrakni, egy él maradt le, azt kell lekupalátéteznünk, illetve a kupozás maradt el, meg az a néhány négyzetméter cserepezés, úgyhogy holnap ezzel biztos fogunk végezni. De látjátok, hogy most már teljesen este van, úgyhogy nem tudunk tovább dolgozni. Hú, jó rossz felvétel. Na mindegy, szóval eddig jutottunk, vigyázzatok magatokra, és akkor innen folytatjuk. Sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! 6 fok van, úgyhogy nincs okunk a panaszra. December 15-én 6 fok. Hát minden úgy van, ahogy hagytuk, senki nem fejezte be. Ma akkor befejezzük még a kupozást, illetve ami el van maradva, az a végén a cserepezés. Ez a rész. Szóval ez már nem sok minden. Becserepezünk gyorsan, lebontjuk az állványt, és akkor megyünk be, készülünk elő a következő projektre. Úgyhogy igyekszem, amennyit tudok videózni, de húzós, ahogy már láttátok az egyik videómban, húzós ez a két hét, ami vár ránk, úgyhogy inkább a munkám van a hangsúly, mint a videózáson. Na, de akkor vágjunk is bele. Oh,
Már befejeztük, készen van a tető, lebontottuk az állványt, vissza kell meg jönnünk a konzolokért. Hát sok minden nem látszik belőle. Szóval a konzolért még vissza kell majd jönnünk, mert ezt most nem tudjuk elvinni. Fullon van a kocsi, fel vannak cseréptartó konzolok, állványnak az ankerjai, szóval elég jól felpakoláztunk. Úgyhogy holnap még visszaugrunk, akkor talán bejelentkezünk még innen. Addig is, sziasztok!